Szeretettel köszöntök mindenkit a mesti együttlétünkön. Megkezdtük a Bibliaiskola második hétvégéjét. Kérjük együtt Istennek az áldását, jelenlétét, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. <kül> Szent Atyánk téged azért, hogy itt vagy köztünk. Köszönjük, hogy elhoztál bennünket jelenlétedbe, és Urunk, annyi tanulni valunk van te tőled. És be kell vallanunk, hogy sokszor annyi mindennel tele van az elménk, olyan sok szemét van, Uram, abban, amit ki kellene valahogy tisztítani onnan, és jó lenne olyan dolgokkal megtölteni, olyan dolgokon gondolkodni és elmélkedni, amelyek előbbre viszik az életünket, amelyek áldást hoznak számunkra is, de a környezetünk számára is. Szükségünk van Istenünk arra, hogy újra és újra a Te igét, a Te akaratod az érvényesüljön bennünk és ezért kérjük kegyelmedet, kérjük a Te segítségedet, hogy légy itt közöttünk. Uram, ha Te lelked által meg nem nyitod a mi elménket, a mi szívünket, akkor esetleg a fülünkig, ha eljut a szó, a szívünkbe nem kerül be, és nem változtat, nem újít, nem hoz reformációt számunkra. Ó, kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk, és segíts, Uram, hogy a test fáradtságát, le tudjuk most tenni a napnak terhét, a gondokat, amelyek körülvettek, vesznek, és segíts Uram, hogy úgyból rátekintsünk, kérünk, hogy így áld meg együtt létünket. Nagy nevednek dicsőségért. Amen. Amen. A ma esti alkalmon az Ószövetségi Történelem Téma körében fogunk egy picit járkálni. Ugye a korábbi alkalmak már szól volt arról, hogy a Szentírás valahol egyszer csak megkezdődik, és hát felveszi a történelemnek a fonalát, és hát dolgokat elmesél és elmond. És hát nyilván ahhoz, hogy mindezt megértsük, látjuk, hogy a Szentírás utalást tesz azokra az időkre, amikor még maga a Szentírás írója éppen ezt mondja vagy teszi ő még nem élt. És hát a múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy Krisztus előtt olyan 1450 magasságában él Mózes, vagy legalábbis készülnek el, születnek meg az ő könyve és Hát a könyvének az első része az valami olyan időszakról szól, amiben ő nem volt ott. És hát ugye ez, ez, amit úgy nevezünk, hogy a teremtés történet, és hát erről is szó volt bevezetésként, hogy ott milyen szavak szerepelnek, meg milyen jellegű történetek, és hát nyilván a nagy kérdés, hogy kronológiailag ezt hova tudjuk bejelölni. És uh, könnyű feladatom lenne, ha ott lettem volna. De lévén, hogy nem voltam ott, nincs könnyű feladatom. És érdekes módon, ha találtok netán olyan valakit, aki ő tudja pontosan, hogy ez hogy volt, és mint volt, uh, akkor jó dolgotok van, mert az Úrral találkoztatok. Hát ő tudja pontosan, hogy hogy volt. Mi a többiek nyilván találgatunk, és ez igazság, hogy sok mindent is figyelembe akarunk venni, sok mindent is akarunk nézni, de hogy nincs könnyű dolgunk, és hát azért nincsen könnyű dolgunk, mert hogy az első két-három fejezet leírása, kronológiai szempontból nem egy könnyű feladat, hogy becélozzuk, hogy melyik pontosan, mikor és hogyan történt. És hát, hogyha olvastok ilyen jellegű könyveket, magyar nyelvterületen is elég sok megjelent, érdekes módon sok elképzelés van, ki így gondolja, ki úgy gondolja, de a lényeg az, hogy a végső következtetést mindenki úgy látja, hogy hát talán ez a modell, talán az a modell, és hát a teremtésnek a kivitelezése szempontjából azt látjuk, hogy a végeredmény a szenzációs lett, amit Isten alkotott, minden jó volt. Kiderül, hogy a teremtés történet elmondja, hogy ki az, aki mindezt létrehozta, és ez egy szenzációs dolog, mert tudjuk, hogy Isten az, aki ezt létrehozta. Aztán, hogy a leírása annak, hogy hogyan lett meg ez, ugye erre azt mondjuk, hogy ex nihilo a semmiből, Isten szava által állt elő a világ, vagyis az idea megelőzte a matériát, vagyis az elmélet és a parancs az megelőzte azt, ami létrejött. Hát ezek így biztosak, gondolom ezt már mind tudtuk, láttuk, de nyilván egy nagy kérdés, hogy jó, jó, de időben ez vajon mikor lehetett. És hát az elméleteket, hogyha tekintjük, akkor Nyilván amiatt, hogy a közoktatásban részesültünk, azóta változott, mióta ti az iskolát már elvégeztétek, még régebbi ez a világ és ez a föld, már olyan hosszú milliárd éveket mondunk, vagy négyet is, és még hozzá is tettek egy keveset, hogy igazából ez a világ egyetem, amiben vagyunk, ez ugye a véletlen és a semminek és a nem tudom minek a, a sikeres szerencsés egybeesése, és hát ezért van minden és az élet is, meg stb., úgy gondolom, hogy végignézve ezt a világot látjuk, hogy hát itt elkerülhetetlen azt látni, hogy itt egy intelligens tervező van, tehát mögött, hogy ezt mind a véletlenre ráhúzni, na azt kell aztán tényleg hinni. Tehát azt nagyon-nagyon kell hinni, annak minden részét, hogy a véletlen hozta ezt létre, és hát nyilván a sok évvel a keresztények is szembe kell nézzenek, és hogyha beletekintünk mondjuk több nem tudom hány fényévre levő csillagoknak a fényére, hogy akkor vajon az hogy van, ha megnézzük a hegyeknek a gyűrődését, egy csomó mindent, hogyha a világban megnézzünk, akkor hát merülhetnek fel kérdések, hogy vajon melyik az, vajon úgy történt-e, vajon akkor történte? A zsidókhoz itt levél azt mondja, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világok Isten szava állta, álltak előtt Tehát, hogy egyértelmű, hogy ki az, aki elkészítette, de hogy ez a világ kronológiailag pontosan mikor lett, a legszűkebb értelmezés az, hogy a Szentírásban leírt emberek, az emberek életeinek az évját évét veszük, körülbelül mostantól visszamenőleg számítva egy ilyen 6-7 ezer év körüli időpont van. Egy barátságosabb gondolat azt mondja, hogy ezt hadd megyünk egy olyan tízezer év, tehát hogy egy mégis még mindig egy fiatal föld, ezek az az év ezredekhez és milliárdokhoz képest, mint amiket a mostani tudomány állítólag állít. Na most mi szeretjük a tudományt, és nehogy valaki azt gondolja, hogy a, a hitnek a tudomány az ellensége, hát a hitnek a hitetlenség és a tudománynak a tudatlanság, nem szeretnénk a tudatlanság állapotába lenni, de azt látjuk, hogy a tudomány folyamatosan jön elő új dolgokkal, néhány hét múlva megcáfolja, az ellenkezőit állítja, és megint azt mondja, ez is tudomány. És amit megcáfolt, az is tudomány volt akkor, aki nem úgy gondolta, ennye benye, és most egészen másképp gondolják, és hát mi valahogy úgy vagyunk, hogy hát lehet, hogy így van, és hát egyfajta módon azzal a Hidegvére szemléljük, egy lépés hátrább állva, hogy nem tudom, hogy mit fogtok kitalálni, de az a helyzet, hogy Istennek mindig igaza van. Hát, hogy előbb-utóbb ti is ott megfogtok állni, és azt mondjátok, hogy hát valóban úgy van, ahogy azt a Szentírás írja. És a, az utolsó száz évnek a vívmányai, a tudomány egy csomó területén előugrott annyi bizonyítékkal a Szentírás, leírása, gondolatvilága, amit megerősít, amit képvisel, hogy a tudósok is azt mondják, hogy hát sajnos egyet kell értenünk, hogy a Biblia tényleg, tényleg pont azt mondja el, és hát ahogy a makrovilágot megvizsgáljuk, ugyanúgy, ahogy megvizsgálják a mikrovilágot, Hát az a döbbenetes, hogy tényleg végül is kiderült, hogy genetikailag tényleg van egy Ádám, hogy tényleg genetikailag egy embertől származunk, egy embert pártól, Hát hogy lehet? Hát addig matatták azokat a kicsi apró megcsavarodott DNS-eket és azokat a nuklein savakat, a végig rájöttek, hogy ez olyan komplex adatokkal, olyan komplex információ halmazzal rendelkeznek, hogy ez, ez teljesen ellentmond az evolúciónak. Tehát az evolúcióban ilyen nincs. Hát, hogy igazából azok egymást nem serkentik, hanem maximum töredezik, elvesz az információ, de hogy úgy nagyon nem születik. És hát egy csomó terület a, 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 világunkban, egy csomó tudományos terület ebbe az irányba megy. És hát nyilván a fénytan, az energiák, az, amit mi látunk, amit nem látunk, egy csomó minden egyre inkább a tudomány azt állítja, és oda meg, hogy egyre hitelesebbnek gondolják ők is nyilván lassan a Szentírás. Tudom, hogy vannak a megveszekedettek, akiknél ha Jézus azt mondja, hogy itt van a kezem, tedd oda az újad, ne légy hitetlen, hanem hívő, azt mondja, nem, úgyse. Tehát, hogy vannak olyanok, de a tamások azok azt mondják, hogy én Uram, én Istenem elfogadom. Igazad van. Na most, uh, én hogyan foglalok álláspontot? Nem gondolom, hogy ez a nagyon hosszú idő intervallum, ez a 4 milliárdos jellegű rész, tehát hogy ezt egyáltalán nem kiviselem. Én valahol ezzel a 6000 ezer és a 10 ezer, tehát a fiatal föld kérdéskörével értek egyet, tetszik az nekem, hogy miért jó kérdés. Nyilvánvaló vannak olyan direkt-indirekt bizonyítékok, amelyek arra utalnak, hogy egy, fiatal földünk van, ez a termőréteg, amit kinn a földön van, az viszonylag elég vékony, tehát hogy olyan hosszú évmilliók, nem tudom mik lennének, akkor ez sokkal vastagabb kéne legyen, de hogy egységesen az egész földünkön olyan, a föld pillanatnyi forgási sebessége, annak a lassulása az azt jelenti, hogy ha annyi milliárdal megszorozzuk visszafelé a sebességet, akkor úgy, úgy néznénk ki, mint egy ringlispíren mindenki fogná a földet, markolnás a lába, az égnek állna, mert hogy akkor annyira kellett volna forogjon. Tehát van egy csomó olyan dolog, ami azt mutatja, hogy kronológiai időszempontjából uh, egy fiatal földünk van, viszonylag fiatal. Nyilván, amikor meglátjuk ezeket a különféle leleteket, amit a geológusok uh, megtalálnak, uh, ilyen olyan rajzokat, csontokat időnként ezek... Uh, átverések és becsapások, tehát egyetlen egy darab fogból, vagy egy állkapocsnak egy darab kájából felépítnek egy egész borzos valamit, aminek füle van, szája van, látjuk, ahogy a képen előre meg van hajolva, de nem tudom elképzelni, hogy abból az álcsontból hogy hajlik meg az a valami. Valami, hát na, fantáziadús, mondanunk kell, az a vallás is, amelyik ugye ezt vallja, mert hogy ez nem tudomány, nyilván ezt ők is tudják, akadémiai körökben ezt már mondják, hogy ez az egész evolúciós dolog meg minden, de hogy más nincs. Tehát Az, hogy a keresztények igazuk lenne, és a szentírásnak az ciki lenne, ezért egyelőre tabu, más nincs, ez van, és hát ezen belül kell, és gondolom már láthatok ilyen természettudományi filmet, amiben elmondták, hogy és akkor fogta magát, és van az a hal, amelyik íjász halnak nevezik, ami a víz alól egy víz sugarat kiköp, a levegőbe, és elkapja a bogarat az ágon. Az leesik a bogára a vízbe, és ő megeszi. És hát képzeld el, hogy ez a halmi kifejlesztette ezt a technikát, hogy tudjátok már, ha vízből kinézel, a dolgok nem ott vannak, ahol látod. De a halnak is csak két szeme van nyilván, nem ötből nézi, ötszögből. Már láttatok olyan, -e, hogy egy pohár vízbe beleteszel egy ceruzát? És tudod, hogy egy ceruza egyenes, és mégis, bele belenézel, a megtörik, és így, hát el van törve a ceruza. Hát kihúzod, nincs eltörve. Na ez a hal valahogy ilyen, ilyen ügyes. De, de képzeld el, míg az evolúció során hihetetlen mennyiség időt várt, míg a vízből a többiek mind kimentek, bogára alakultak, és ő megkapta azokat a bogarakat, amiket ne le fog lőni onnan. Hát eleddig ő valószínű, hogy volna haljon. Hát úgy óvatosan de nyilván úgy hiszük, hogy addig volt alternatív megoldás, az evolúció hozta a bébi tápot, és ő addig azon nőtt, amíg aztán utolérte magát, és a legyeket le tudta lőni. Hát ehhez hasonló dolgok, de ha a vízbe vannak ez a, vízicsikó hal, láttátok, ez a függőlegesen mozgó hal, ott képzeljétek el, hogy az apuka szül. Azért, hogy zavarjon össze. Tehát, hogy Hát nekem fájni kezdett már, de... De, hogy, de hogy minden nem az arra a sablónra megy, amire gondoljuk, hogy ez minden csak így működik. Na jó, tehát hogy idáig eljutottam, hogy nem mondtam semmit, ugye? Tehát így, így ez már segített ebbe. Tehát hogy a, a, a kronológiai szempontból bajba, vagyok, és hát nyilván amikor a, a kronológiáról beszélünk, Ugye az ószövetségi kronológia vagy, vagy történet az ebbe segít minket, hogy itt egy adott ponton be tudunk csatlakozni ott Nóiék no magasságába, környékén. Az előtte levő évek, évszámok, ahogy láttátok, az emberi kor szempontjából elég hosszúak. Most itt az értelmezésekben van olyan, hogy ezek, nyilván az ember 930 évet élt Ádám, Matuzsálem 969-et, nem tudom a másik mennyit. Tehát, hogy mindenkinek ezek az évek megvoltak, és hát érdekes módon van egy óriási bukás az özönvíz után az életkorban. Tehát, hogy el, eladdig nagyon nagy eh, eh, kort megértek az emberek, és hát alapvetően tudjátok, hogy mai napig nem tudjuk, hogy miért öregszünk. Hát már a Marsra is elmentünk, ott járjuk a túlsó felét is a holdnak, kínaiak ott tapodják az árnyékos részt, de nem tudjuk, hogy miért törekszünk. Vagyis nem, hát egy, megy az ember, nő, szépek, ügyesek, aranyosak leszünk, és aztán egyszer csak, mint egy gombot hátulról megnyomnának, és így nézünk ki, ahogy. Tehát, hogy ez a végeredmény. Most képzeld el, hogy ez 900 évig nem nyomja meg ezt a gombot. Emlékeztek? Mózes 120 évesen halt meg, és mit mond az írásról? Valaki emlékszik? Olyan putyerója volt neki, mint fiatal mi Minden, mindenben ugyanúgy mozgott. De 120, meg ez volt az idő. Most a régiek nyilván, ha ideális körülményeket veszünk figyelembe, ami volt a teremtés, tehát az elbukott világ előtti időszakból, tehát hogy olyan volt az idenkerti állapot, ami azt eredményezi, hogy egy csomó minden sokkal jobban, sokkal nagyobbra, sokkal fejlettebb tudott lenni, és néhány évvel ezelőtt, évtizeddel ezelőtt volt itt egy bácsi, aki emlékeztek, hozott volt Ausztráliából egy, egy nagy cápafogat. Ilyen, ilyen, nagy volt, ne, ilyen nagy háromszögű fog volt. Nyilván mondta, hogy a mostaniak úgy ekkorák, de nem azért, mert hogy nem volna kácium a tengerben, hanem nem olyanok a körülmények az óceánokban, és a cápák nem nőnek meg ha van jó életkönyv, van enni, minden megfelelő, akkor ezek nőnek. Hát akkor ára nő, és hát nyilván, amikor visszanézünk, és a régi korokból leleteket elővesznek, hát látjuk, hogy elég nagy darabkák vannak. Hát, hogy mit tudom én, egy, 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 egy apró halacska az egész nagy hal. Vagy hogy a, nem tudom, a Észak-Amerikában is volt például oroszlán, és hát a csontjai mérete alapján kiderül másfélszer akkora, mint ma a legnagyobbak. Tehát a legszebb példányoknál kétszer vagy másfélszer akkora. Tehát, hogy hatalmasok voltak, nyilván ott látunk mindenféle ebből a kigyófélékből is, a dinó, dinóék világából is. Tényleg hatalmasok voltak, ez az épület akkorák voltak, vagy nem tudom, ehhez hasonlók. Hogy... És akkor kérdezzük, hát vajon hogy? Hát, hogy olyan volt, a, a, a kör, környezet, ami tökéletesen alkalmas volt az ő növekedésükre, fejlődésükre, szaporodásukra, stb. És hát, hogy ezt a világot nyilván a bűn, az, az, az megrontotta. Most, hogyha az ember olvas ilyen-olyan könyvekből, vannak, akik pontosan megmondják, hogy ez mikor történt. Én az egyik helyen megláttam, hogy az egyik ember azt mondta, hogy Ádám és Éva Krisztus előtt 4004-ben volt teremtve. Tehát, hogy ő tudja pontosan a dátumot. És bűnbe is esett, ebben nem biztos, de hogy Ábert 3875-ben ölte meg a testvére Káin, ezt tudja. Ügyes. Tehát azt kell mondanom, hogy nyilván ezek ügyesek. Tehát, hogy van, aki ezt nagyon pontosan tudja, hogy melyik nap és melyik délután, április 8-án mi történt. Szentinásnak a kronológiájával az a helyzet, hogy eszünkbe kell vegyük azt, és figyelme kell vegyük, hogy ez a fajta történelem írás, amit mi történelemírásnak nevezünk, és amiben leírunk eseményeket, amelyek megtörténtek, ez nem olyan régi keletű. Tehát a régiek is írtak mindenféle eseményeket, mindenféle történéseket, de nem volt fontos a kronológiai pontosság. Nem is volt ilyen, hogy belenézett az okos telefonba, és írta, hogy március 4-e van. Mert hogy az időszámítás se volt olyan, mint amilyen mi mondjuk, hogy na ez az időszámítás. Tehát egy, egy kicsit más korba vagyunk, és hát valamikor a Krisztus előtti harmadik évezerettől kezdnek maradni meg olyan jelzések, olyan feljegyzések, ami alapján van valami mozgásterünk erre, hogy mondjuk időpontokat és helyzeteket meglássuk. És hát egy kicsit belevinnélek ebbe a világba, hogyha megengeditek, hogy, hogy ezeknek a, a koroknak, korszakoknak a, a, a történetét is megértsük, hogy azok a dolgok, amik le vannak írva, ez nem úgy volt, hogy Mózes ült, írt egy évszámot, és akkor utána egy vonalkával elírt, leírt egy történetet, és akkor megint írt egy számot, vonalka, és leírt egy másik történetet. Ugye, hogyha olvassátok, akkor van ennek egy folytonossága, van egy mesélő jellege hogy igazából nem az volt a fontos, hogy ez mikor történt. Sokszor még a részletek sem kérdések, hanem inkább a fontosság az, hogy ezt ki csinálta, és mi lett a végeredmény. Ugye elolvasod a teremtés történetét, a teremtés történetét is ezek domborodnak ki a legjobban, hogy ki az, aki ezt csinálta, és mi lett a végeredmény. És mond az Úr, hogy teremtsünk, készítsünk, legyen és hozzon létre, és akármi, és a végén olvassuk a konzekvenciáját, ennek a következtetést, a végeredmény és meg lett. és szép lett, és igen jó lett, és mindenféle ilyen következtetéseket von le, mert hogy ezért volt a hangsúly, hogy ez mikor volt, ez teljesen ne nem lényeges. De persze mi még mindig szeretnénk, hogy legyenek ilyen lényeges dolgok, ha ez azért mégis tudjam pontosan, de hát az a helyzet, hogy nem fogjuk tudni, mert hogy nem mindig nyújt az események időpontjára nézve támpontot a szentírás. És nem ez nem egy hiányossága neki, hanem hogy eleve nem ez volt a célja. Nem ez volt a, 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 a célkitűzése, és hát emiatt az ókori történelem eseményeinek a datálása, ez egy nagyon könnyű feladat. Mert hogy egy csomó mindent, külső dolgokat kell figyelembe vegyük, mert attól, hogy lehet, hogy a Szentírás leír két történetet egymás mellett, lehet, hogy a kettő között simán el volt telve amúgy vagy ezer év. Tehát olyan, mintha most megmutatnám nektek, hogy látjátok ezt a két ujjamat? a hátsók azt látják, hogy ezután rögtön ez van, ugye? De ha elfordítom, akkor fogjátok látni, hogy a kettő között van egy nagy szagadék. Ez ki tudja, hogy mennyi minden van itt. Na most a történeteknek a leírásában is ez ugyanígy érvényes lesz majd a proféciáknál is. Hogy nem biztos, hogy azonnali egymás utániságról beszél, hanem lehet, hogy a kettő között van valami nagy távolság, aztán valami megint közel van hozzá, aztán valami nagyon megint távol van. És hát ezeknek a váltakozása Nyilván bennünket zavar be, mert hogy ez nem olyan, mint felnyitok egy lexikont, és akkor az oldalszámok nyilván megegyeznek, hanem néha ezek nem lesznek ott. Most az ószövetségi kronológiában megadott évszámok legtöbb esetben csak olyan hozzávetőlegesek. Van, ami pontos, van, amit be tudunk mérni más esettel, de hogy, néha ilyen furcsa megfogalmazások, hogy ez akkor történt, amikor két évvel a földrengés előtt. De még az a jó, hogy előtte elmondja, hogy még melyik királynak az hányadik uralkodási évében volt ez, és akkor így, ha külső más forrásokból netán véletlenszerűen tudunk egy ilyen sztoriról, Valahol a világban megtalálta különféle ilyen nagykövet a, ebből az ókorból. Ezt a legtöbbet a British Múzeumban beehorták. Berlinben is van néhány, imittam ott a nagyvilágba, tehát hogy többnyire nem ott, ahol találták, onnan elvitték. És ezeken különféle események, történések vannak leírva és időnként sikerül azok, ugyanazokat a neveket, amelyeket a Szentírás használ, ugyanazoknak a neveknek egy átiratát, mondjuk ugyanarról a családról, itt hősködnek és mondják, hogy ez a Trajanus, persze Trajanus sokkal később volt, -től hogy Krisztus 100-be, de hogy tudja, a Trajanus a biztos ismerős, hogy le vannak rajzó a domborművel, le van írva, van ahol, na most hasonló dolgok vannak, de hogy az ókorból. És akkor időnként találnak nevek királyok, mert ez a király ment, és egy adott környéken és helyen, régióba háborúzott mindenkivel. És akiket legyőzött, vagy nem győzött le, tehát nem tudjuk, mert általában a királyok tudjátok mindig ez az oszlopra, azt írták fel, amikor ők győztek, de ha nem győztek, úgyis ők voltak a hősök. Tehát, hogy ilyen jellege lehet, de mégis azzal, hogy kronológiailag tudjuk azt beazonosítani, hogy az mikor volt, ezek egymást kisegítik. Hogy ez nekünk segítséget nyújt adott esetben, hogy akkor mi is be tudjuk lőni, hogy valóban a, a rendes időszámítás szempontjából ezek hova. Mert hogy X. királynak a, a királyságán kezdetének negyedik évében, tehát ne, nem volt összhang, múlt héten lemerült a karórám, és feltöltöttem, és ma reggel nézem, hogy fél hét volt. És írta, hogy 10 óra 29 perc. Nem mondom, hogy lehet. És rájöttem, hogy össze kell hangoljam, a telefonomon van egy olyan kicsi kék krikszkrax, és ha azt megnyomom, az órám egyből tudja, hogy mi a helyzet. Tehát az órám mér, csak a saját esze szerint. Tehát amíg összehangban nem hozom az ó, a telefonommal, amely össze van kötve az atomórával, interneten keresztül, mi így mondjuk, hogy csára jár. Ugye? Most ez a baj, hogy sokszor a kronológiai dolgokban ugyanez van. Menni megy, számolják, az emberek felkeltek, lefeküdtek, eltelt egy nap. De hogy ezeket nem biztos, hogy tudtuk regisztrálni. Ugye Isten az ő kegyelméből, például a Károly Bibliánban egy nagyon fontos téma egyébként az idő, csak maga az idő kifejezés állítólag megszámolta, 874 szer van a kárai Bibliában. Mm. És nagyon sokszor van még az idő, a tervezettség a jövőre vonatkozó kérdések, tehát ennek a sokszorosa, tehát hogy az idővel sokat foglalkozik egyébként, és bár Isten a, a, a tér és időn fele, felül van, Mégis ezt mondja az egymózás egy 14-ben, hogy legyenek világítótestek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a napot az éjszakától, legyenek jelek és meghatározó ünnepek, napoknak és esztendőknek. Kronológia. Ugye a Krónoszból jön a Kronos szó. Ez egy név. Ki volt a Krónosz, görög mitológia. Ez aki megette a gyermekeit. Zeusnak az apja. És hát ugye ezzel tudta megtartani nyilván az ő hatalmát, hogy az utódja itt mindig felfalta, mindig megette, és akkor ezt a, a Zeusszal valami történt, elrejtették egy szigetre, ott nőtt fel az anyja, és hát ő megúszta, aztán végül e, Kronos el lett kergetve. A most e, a Fejlettebb civilizációk időszakában az éveknek az egymás követő sorát bizonyos események, fontos események szerint jegyezték. És hát ezek ilyen esemény évek kategóriába kerültek, vagy egy uralkodónak az uralkodási évei jelentették az időszámításnak az alapját. Ezek voltak az uralkodói évek. És hát erre vonatkozóan az Ámosnál találunk Ámos 1.1-ben, Ámos beszédei, aki a tékolbeli pásztorok közt volt, azokról, amiket Izrael felől látott Úziásnak, Júda királyának idejében, és Jerubámnak, a Jóás fiának, Izrael királyának idejében. Hogy így határozza meg, hogy 1995, csak mondom, hogy igazából elmond egy júdélbeli királynak, egy izraeli királynak az uralkodásába, és akkor itt van az, amit az előbb említettem, hogy két esztendővel a földindulás előtt. Vagy találunk az egy királyok 14-25-ben, és Lőn Rubám király 5. esztendeiben feljött sisák az egyiptombeli király Jeruzsálem ellen. Akkor egy királynak az uralkodása, ezek voltak azok a fontos pontok, amelyek ma azt mondjuk, hogy Krisztus előtt, Krisztus után, ha kommunizban nőtté fel, akkor időszámításunk előtt, időszámításunk után, és akkor ezek az időpontok be vannak lőve. Izraelben laknánk most valami 6700-800, nem tudom, hol tartanánk. Az araboknál megint másképp számolják. De hogy a nagyvilág ma jelenleg, és az órák így működnek, ma 2020 van. 22 van. Tehát, majdnem elmaradt. Tehát emiatt a, a, az események, e, e, vagy az esemény évek szerinti időszámítás bizonytalan, mert hogy nem lehet pontosan ezt megragadni. Például egy uralkodó meghalt, az ura, utolsó uralkodási évét egy évnek számították, és aki utána érkezett annak az első uralkodási évét, ami mondjuk ha év közepén kezdődött, azt, azt, is egy újnak. Tehát, hogy igazából lett egy torlódás abban az évben két, két, év volt. Most valahogy, ha össze akarjuk adni ezeket a számokat, akkor alapvetően ott lesznek ezek a hiányok, hogy emiatt, hogy ez, ez rosszul működik, vagy legalábbis így működik, igazából megduplázódott. Ha például valaki uralkodott, és az életében maga mellé emelte az egyik valaki társadalkodónak, a gyermekét. Akkor elkezdték mind a kettőt számolni. Igazából mind a kettőt párhuzamosan, úgyhogy ha tíz évet ezt együtt csinálták, ez húsz volt. Tehát ez húsz évnek számított, közben a valóságban ez csak tíz év volt. És azt ja, akartam mondani, hogy ez normális volt. Tehát ebben nincsen semmi rendkívüli. Na most nekünk van baj, mert hogy mi ezt nem értjük, hogy ez hogy lehet. És hát azért, hogy megítsük sokszor ezeknek a koroknak, időknek a fogalmát, gondolatvilágát látnunk kell, hogy maga a Szentírás is ezt, ezt többféle módon használja. Nem is beszélve a kis városállamok, az uralkodók azok saját maguk szerint való időszámítást alakítottak ki. Voltak három hónapos évek, voltak nem tudom én, de mindenféle kombinációk és variációk. És ha most kapsz egy olyan oszlopot, egy ilyen nagy kőoszlopot, amire ez fel van írva, de ezek tényleg egész nagyok, ez van két és fél méter magas, olyan 45-50 széles. És abban csomó minden le van írva. De hogy aki írta azt, valami új módon írta, hogy amiket most én elmondtam, ezeket vette figyelembe, akkor azt gondoltuk, hogy összeköthetünk két dolgot és két eseményt is, akkor hát, ha megtaláljuk a pontos időket, de vagy megtaláltuk, vagy nem. Hát, Hogy néha nem, nem lesz könnyű ezt, és hát ami azt jelenti, hogy egy-egy adott uralkodó uralkodási éveit ezt másképp is feljegyezték. Egy királyok 15-1. Jerubám királynak. A Nébát fiának 18. esztendéjében abbija lett a király Júdában, és három esztendéig uralkodott a Jeruzsálemben. Gondolom, amikor a Bibliósok ide ideérsz, el nem tudod képzelni, hogy ennek mi, mi a lényege, mi a fontossága, ebből mit lehet kihozni. Most ugye ezek a szinkronizmusok, mikor megpróbálták, hogy Valakinek az életéhez, valamelyik szomszéd királyság életéhez összekötni, vagy azzal összeboronálni a mi királyságunknak, vagy a mi szereplőinknek a világát. És hát ez igazából nem egy könnyű feladat volt, és hát az ókor ezen időszakában volt egy olyan időszámítási rendszer Mezopotámiába, Észak-Mezopotámiába, ami ezt az összevisszaságot egyszerűsítette. Új módon, hogy voltak emberek, akik a rendszerint egy-egy papi családból, vagy a főúri családból, ők egyfajta ilyen hivatalnokok voltak, és hát minden évben más hivatalnokot választottak. Ezt pontosan megtették, és azt az évet elnevezték ennek a hivatalnoknak, egy fő főhivatalnoknak a neve szerint. Ezt úgy hívjuk, hogy eponim. Azt jelentette eponim, azt jelenti, hogy adja a nevét. Tehát a, a, a nomos szó, szóból eredeztetjük, hogy adta nevét az illető. ha volt, csak mondom, hogy Nabukonozor király, és annak ugye valamelyik jegyzőjének az évében volt, akkor ezeknek a jegyzőknek az éve nagyon-nagyon pontosan mind megvan. És ezek nem váltakoztak, nem variálták, ez mindig egy naptári évet jelentett. És hát ezt alkalmazták Mezopotámiában, később az Aszír Birodalomban, és hát úgymond, akik ezt viselték, az úgynevezett limuk, a neveiket tartalmazók listája nagyon nagy számba előkerült a különféle ásatásokban, és hát időszámításunk előtt, Krisztus előtt 900-tól az Asszír birodalomnak a bukásáig szinte hiánytalan kronológia meg van maradva. Tehát pontosan tudjuk, hogy ki, mikor, hol, mennyire volt. Mi történt vele? Most... Emiatt nagy segítségünk van, de egyébként ez, hogy valaki adja a nevét, ez ma is egy hasz, hasznos dolog legalábbis használt dolog, hétköznapi dolog. Például, ha valaki elkészített egy kavicsos útat, arra azt mondjuk, hogy makadám út. És ez a makadám barátunk, ez John McAdam volt, aki adta nevét, mert hogy ő építészmérnök volt, és hát ez, hogy lekavicsozott út, a makadám, a McAdam, ez innen jön, de Adidásler, ismerős? Német cipész, az Adidas, ismerős? Igen. Bolykott, ez egy írpasas volt. Charles Bolykott, csak Y-nal írták középen a nevét. Tudjátok mi a bolykott, ugye? Ha nem fejezem be, itt is az lesz mindjárt. Na most a kronológia szempontjából még azt is látjuk, és azt is fel lehet fedezni, hogy különféle időszakokban különféle népek egy-egy nagy eseménytől fogva számolták a saját időszámításukat. Például a, a, a görögök az első olimpiai játékoktól. Időszámításunk egy Krisztus előtt 776-ban volt, és hát attól fogva az volt nekik a kiinduló pont. Róma, rómaiak, honnan számolták? Róma város alapításától fogva, és akkor nyilván ez volt az ő időszámításuknak a kiinduló pontja. És hát így minden világnak megvan ez a része, megvannak ezek a döntései. És hát a, a sok kutatásunk, a, a sok utána néző, sok hátramaradt dolgok, azt kell látnunk, hogy Krisztus előtt, olyan 3500 előtti dolgok, nagyon-nagyon sok minden nincs. Tehát, hogy attól errefelé van mindenféle, tehát találunk embereket, csontokat, eredményeket, stb. Amikor kormeghatározással találkozunk, hogy találtak százezer éves ilyen völgyben, olyan barlangba, odamászott ilyen eszközöket és olyan és szénizotópos C14-es meghatározással és nem tudom, atommaghasadásos felbomlással. Az a helyzet, hogy ők maguk is, akik elkészítik, azt mondják, hogy lehet, hogy így van. Tehát, hogy ezek a nagyon nagy, -nagy idő intervallumok, amikről beszélnek, ezek távol vannak, és hát nyilván, ha az özönvízre gondolunk, akkor látjuk, hogy az egy olyan világ újrarendezőzést okozott, ami hát nyilván az egész világunkat felforgatta, és hát a mi célirányunk az, az továbbra is az, hogy meglássuk, hogy a körülöttünk levő események forrása, amiből kiindulunk, ahonnan dolgokat értékelünk és látunk, az nyilván a szentírás tanítás alapján abból a régióból, abból az időszakból következik és hát ott a leírt lelki események, amelyek meg vannak fogalmazva a Teremtés könyvében, azok érvényesek a mi világunkra is, tehát akár a bűneset, akár az ember teremtése. De hogyha megnézitek a teremtésnek a leírásánál, mikor Isten megteremtette az embert, a hatodik napónak veszed a második fejezetet, és akkor azt olvassuk, hogy Ádám egyedül volt, és akkor Ádám szomorkodott, és akkor az úr elébe vitt mindenféle állatot, mindegynek adott nevet, és Ádám továbbra is egyedül volt, és akkor nem jó az embernek egyedül, és a végül az második fejezetet, akkor Ádám egyet nagyot aludt, és egy bordát kivettek belőle, és lett akkor abból Isten alkotott neki egy feleséget. És hát ha így veszed, akkor azt mondjuk, hát az a hatodik nap elég hosszú volt akkor, nem? És akkor most ez, mert hogy Isten megalkotta az embert, asszonyja ugye férfivá is nővé alkotta, de a második fejezet egy kicsit kinyitja ezt a kérdést kört. És hát emiatt, ha valóban most beleszorulnánk egy-egy gondolatba, sokszor nem is az a lényeg, hogy ez időben, kronológiailag hogy történt, hanem a haszna ennek nyilván az, hogy Isten mindez belerakta. Tehát, hogy minden jelen van itt ezekben a kérdésekben. Úgyhogy a az időrendi, biztosabb számításaink az alapvetően Ábrahámmal fog kezdődni. És hát az Ábrahám előtti időszakban valóban vannak felsorolva évek, és ott, ahogy említettem, volt, el tudunk indulni noé irányába, tehát olyan harmadik évezred, tehát Krisztus előtt a 3000-es év környékére tehető a Noé születése. Attól fogva tudunk majd évszámokról beszélni, és hát a következőkben majd egy másik alkalommal akkor beindulunk ott az ábrahámék irányába, és hát végig fogunk menni a királyság megszületéséig, aztán pedig a királyság összeomlásától egészen az intertestamentális korig, ami már a múlt héten elhangzott. Tehát, hogy a történelemben most egy lépése hátrább mentünk, és hát szerettem volna, hogy... Mindez egyértelmű legyen számunkra, hogy valóban nem tudjuk pontosan ezeket az időpontokat, de hogy attól eltekintve azok az események és azok a történések ugyanúgy istenek a szava és istenek igye, mint aminek tudjuk pontosan, hogy kronológilag mikor történt és hogy voltak. Most otthon szétnéztem és találtam egy ilyen kis könyvjelzőt, ezt az evangéliumi kiadó adta ki, és az egyik oldalán a barna színnel jelölt részen, ez az Ábrahám időszakától egészen az Új Szövetség időszakáig, a túlsó felén pedig az Új Szövetség időszak, ez a sötét kékebb rész. Ha jól néztem, vagy húsz darabom van, és ezt nagyon szívesen ajándékba adnék mindenkinek. Akinek van otthon, az ne kérjen. Egy család egyszer egyet kérjen húsz darabban, de ugye így elnézem, többen vagyunk, mint húsz. Úgyhogy akkor úgy tessék osztani, szorozni, hogy kijön a lépés. Jó, itt az elsősorban amennyiben még be tudunk szerezni többet az evangéli kiadótól, akkor nyilván fogunk majd juttatni mindenkinek. Nyilván ezeket azért szerettem volna elmondani, hogy amennyiben találkozunk olyan leírásokkal, mindenféle modellek vannak, vagy vannak ige magyarázók, akik a saját meggyőződéseik szerint akár azt mondják, hogy amikor mi felolvassuk a Mózes könyvében ez, ezt a hatnapos teremtést, nem voltunk húszan se. ezt értem. <coughs> nem voltál jó arc, vagy mi nem vették el tőle? Itt is nézzétek, akinek vagy már mindenki. Hogy, hogy időszak, tehát hogy vannak, van olyan elmélet, amiben korszak elméletben gondolkodnak, hogy akkor Isten előkészített, hogy ez egy hosszabb időintervallum, Olyannal is lehet találkozni, hogy bizonyára voltak valami fajta ilyen furább teremtmények, amelyek nem rendelkeztek élő lélekkel, öntudattal, nem voltak személyiségek, mint az ember. Mindenféle ötlet, gondolat a mai elképzeléseknek, valahogy az összefésülése, kibékítése, a, a, az írással. Tehát na, néha olvasva ezeket hoznak ige helyeket, tehát hogy emiatt nem is kell meglepődnünk, hogy lesznek olyan helyek, amelyek mondjuk így is értelmezhetők, akár a, a nap gondolatának, tehát a az idej, ez a igen a jónak, a héber jogszónak az értelmezése a 24 óra kérdésében sok álláspont van, több álláspont van, ha valakit ez különösen érdekel. Azt hiszem az Archer könyv is foglalkozik, törődik ezzel a kérdéssel. De John McArthurnak van a harca a kezdetekért. De ha olvasunk, Ószövetségi bevezetőket meg tehát hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A Wernergit könyvek az Evangéliumi Kiadóból elég sok ezzel foglalkozik, de akár még C.S. Lewis-nál is, vagy tőle is lehet olvasni ilyen témában, mert hogy ezzel foglalkozik. Nyilván ő filozófia oldalról megközelítve, úgyhogy ezek mind segítségek tudnak lenni. Azt gondolom, és ezt látom, hogy attól, ha valaki csak a hatnapos teremtést hiszi, vagy valaki hat korszakot hisz, valaki kombinál, variál, úgy gondolom, hogy még mindig nem feltétlenül jelent ez üdösségkérdést. Hogy a bűn az valóság, hogy a bűn tönkretett az embert, hogy valóban az erkölcsi fele, de hogy ott a részletek és mik voltak, és én tudom, kizárólagosan emeztem, az biztos fogunk találkozni vele, van, aki nagyon meggyőződött áll, álláspontot képvisel egyik dologban, úgyhogy a zászlóval szalad elő. Na, már láttunk olyan, aki a zászló rúdat belütte magába, tehát hogy néha nem könnyű ez, mert az ember lehet, hogy pont az ellenkező ágba esik de hogy ez nem változtat azon, amit leír az ige. Tehát, ha mi kronológiai beosztás, időrendi szempontot nem is tudunk pontosat felállítani, azt tudjuk, hogy Isten tökéletesen alkotta meg az embert, tudjuk, hogy büntelen volt a saját képírés hasonlatosságára. Ha elolvassátok a Mózes első könyvében van ott, vagy két-három alkalommal is, még talán még az ötödik fejezetben is megemlíti, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Tehát szentségre, tisztaságra, mm. és hát nyilván ott van a bűneset, és ezt a szentírás képviseli. Ez nem csak egy Átvitt értelembe képes beszéd, vagy valami hasonló, hanem ez a, ez a valóság. Tehát a bűn eset, ez kihatott minden egyes emberre, és hát attól fogva tudjuk a történet többi részét. Érdekes módon az Ószövetségben találkozunk még ilyen történelem felsorakoztatással, vagy elismétléssel a 78. Zsoltárban például ott találjuk Ászáv költeményét, aki az Izrael történetét veszi és végigmegy rajta. De új szövetségben is találunk ilyen például Pálapostól, ha jól emlékszem, az Abcsaj 12-ben elsorolja Izrael történetének az eseményeit, és akkor elmondja ott az éveket, hogy és akkor voltak Egyiptomban, és Ábrahám, és itt volt, és eltelt 430 esztem, aztán kijött, aztán 40 évet mentek a pusztába. Tehát, hogy végig sorakoztatja ezeket a, az éveket, és hát nyilván ez egy segítséget nyújt ezeknek az időszakoknak a jobb megértéséhez, és itt már világosabb számokkal, egyértelműbb számokkal tudunk dolgozni. Tehát attól, hogy az ókornak, a világ létrejöttének a dolgai, Ról nincsenek adataink, ez még nem azt jelenti, hogy nincs ez a világ. Tehát ha valaki esetleg úgy gondolná, hogy mert nincs évszámunk, emiatt mi most nem létezünk, mégis létezünk. És hát ez az Isten kegyelme, hogy még mindig létezünk. És hát a történelemre nagyon tetszik nekem a 78. Zsoltárban, hogy uh, hiába volt egy csomó csodája Istennek, hányszor lázadtak mégis ellene, és hányszor okoztak fájdalmat az Úrnak. És hát végig még a Zsoltár elmond egy történetet, valamit, és hát annak dacára az ember látta Isten cselekedetét, látta Isten munkáját, látta, hogy milyen nagyszerű az ember. Még sincs a helyzet magaslatán, lehet, hogy az Isten dicsőségére élne, hát minden egyébben él. És hát a történelem, hogy nehogy ismételje önmagát, nyilván arra vagyunk elhívva, hogy akkor látva a történelemnek az urát, dicsőítsük őt, magasztaljuk, és hát áldjuk őt úgy, ahogy erre méltó Isten. Imádkozzunk! Drága mennyi édesatyán, köszönjük a te kegyelmedet, azt, hogy azok az események, amik az óvilágban történtek, el nem tudjuk sokszor képzelni, hogy milyenek lehettek. Olyan, olyan kevés, uram, az, amit mi tudunk, vagy tudhatunk róla, de tudjuk, hogy már ami maradt abból, az is nagyon csodálatos, különleges, rendkívüli. Köszönjük, hogy azoknak az eseményeknek és lelki történéseknek az eredményét, akár az Úr Jézus, akár az apostolok, akár a proféták, egyaránt képviselték, hirdették, és azt úgy fogadták el, ahogy le van írva a te igédben. Istenünk be kell vallanunk, hogy nem tudjuk, hogy mi volt, a, milyen módon hoztad létre ezt a világot, Annyira szeretnénk ezt valahogy kézzelfogható módon megragadni, megérteni, de Istenünk be kell látnunk, hogy sokkal egyszerűbb dolgokat nem tudunk megérteni és felfogni. Köszönjük, hogy valahogy a nyelvünkön beszélsz, egyszerűen elmondod, és köszönjük, hogy valóban ez nekünk elég, elég nekünk tudni azt, hogy te vagy mindenek mögött, és te vagy mindenek fölött. Te vagy mindenekben, és köszönjük, hogy kezednek nyomát hordoz ez az egész világ, és hát a teremtés koronája az ember is, a te képedre és hasonlatosságadra van alkotva, és áldunk téged azért, Istenünk, hogy ilyen nagy csodát műveltél. És hozzád kiáltunk, Istenünk, most, hogy amikor a te teremtésednek koronája az egyik a másikkal harcol és küzd, és gyilkolják az emberek egymást, Uram, te könyörű, te avatkozz közbe, légy irgalmas a népekhez, a nemzetekhez, hisz Uram, te nevetsz az ő erejükön és az ő hatalmukon, Uram, Te ismered a, a, sok bajt, ami most a világunkban, a környékünkön van. Egy szívvel, egy lélekkel kiáltunk hozzá, hogy könyörülj úgy az orosz népen, mint az ukrán népen, könyörülj a vezetőkön, adj kegyelmet, úrunk, állítsd le azokat, akiket le kell állítani, és könyörgünk azért, úrunk, hogy az a sok baj, szenvedés, nehézség, nyomorúság, ami az életükben most lett, az bár az embereket hozzád közelebb vinni, bár lenne ez felkiáltójel másoknak is, akik békességben és biztonságban, viszonylagos emberi békében élnek, élünk, hadd lássuk, hogy ez nem miattunk van, nem a mi ügyességünk, hanem a te kegyelmed is, hogy igazából, amikor meg a lelki békére gondolunk, akkor úrunk, csak nálad van békesség, csak benned van nyugalom, és hát addig csak háborúság van a szívünkben, amíg meg nem térünk hozzád, nem fordulunk kérünk, hogy Krisztusért könyörülj mindannyiunkon. Amen.